mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Mondta ezt Ágnes asszony a bírái előtt, amikor ugye arról kellett dönteni, hogy Bitófára küldjék-e, a Arany János művében természetesen, és ugye ezt a Fideszre értjük, ugye a sok vérfolt, ami a kezükhöz tapadt, a sok kifosztás, a jogfosztás, akkor pedig én azt mondanám, hogy hová kéne lenniük, hát eltűnni a közéletből az összes fideszes mocsoknak, és hogy ezekre a táblára, ami mögöttem van, hogy ez hogyan értendő, ugye biztos emlékeztek, hogy néhány hete a sárga pólósok és mások is az ország különböző részein a legutóbbi konzultációs plakátokat kicsit átalakították, a társadalom véleményét is megformálták, ha már a mi pénzünkből ki van fizetve ez a plakát, és ugye a Fidesznek ez nem tetszett, tehát amikor már más vélemény is van, akkor nekik már nem tetszik, és fogták magukat, és ilyen kékkel az összes olyan plakátot nagyon hamar, amelyiken volt valami más vélemény is, leplakátolták saját maguk, és eltüntették a véleményt, de én azt gondolom, hogy akármeddig mossák a szennyest és a szart, az ő vérfoltjuk, amit ők okoztak, az most már ott marad, és mivel ugye az elmúlt évben Arany János emlékév volt, és ugye ennek állítólag Rezsi Szilárd volt a fővédnöke, ezért jött ez az Ágnes asszonyos idézet, úgyhogy most ugyanazt az üzenetet, ami fönt volt akkor, ami ahhoz a fideszes kampányhoz illet, most a teljesen üres táblán is megnézzük, hogy jól mutat-e és igaz-e, hogy zavarjuk el a Fideszt, és hogy O1G, és akkor ezt a kis vers idézetet, részletet is fel fogom tenni. Nagyon fontos, kedves nézők, hogyha ilyen hidegben akartok ilyet csinálni, akkor természetesen egy kis sót keverjetek a tapétaragasztóba. Tehát akkor, és ugye ami miatt teljesen legális, hogy ezek a plakátok valószínű a plakátváltásig ki vannak fizetve közpénzből, tehát nyugodtan használhatjuk addig, amíg új hirdető nem kerül rájuk. No, hát akkor ennyi az egész, látjátok. Ugye ahogy szokásos, először tekenjük. Kicsit így ferdén fogom rakni, mert akkor figyelem felhívom. Erre már rájöttünk. Azt mondom, hogy kicsit görbe, mert hát az egész kocsakos fideszes rendszer is kicsit görbe. Kicsit visszaigazítom a kék részét. Így, né? Hatalommal szemben, például tökéletesen működik mostanában ugye a O1G üzenet, most már országos lett a... Tehát zavarjuk el a Fideszt. Szép vékony ütetű. Valamilyen rendkívül módon billeg most ez a tábla, mintha múltkor nem billegett volna. Egy kicsit olyan, mint a fideszi önkény. Az is már nagyon illeg, billeg és rezeg a léc nekik. Hiába mondott a fülényeskedőnek látszóan Orbán Viktor sok fasságokat. Ettől azért ez a hatalom már igencsak úgy idog,
mint ez a tábla itt. Így van. Kerül természetesen, akkor ide valahova felteszem azt, hogy O1-ként a jelenlegi ellenállás összetartozásának a jelét. Javaslom mindenkinek, hogy minden formában használja, természetesen nagyon jó pofák. Most ezek a havas O1-s történetek. Mindenkinek javaslom, hogy ezt továbbra is alkalmazza, de ha nem lesz hó, mert ugye lehet, hogy a Orbánék alaptörvényt fognak módosítani, és betiltják a havazást, tehát a szabad havazásnak is vége lesz, és ezt is be fogják tiltani, mert egyre többen alkalmazzák ezeken a felületeken, a természet adta felületeken is az O1-s jelzéseket, kamerák és forgalmas helyek előtt, úgyhogy nem csodálkoznék azon, hogyha jönne egy kormányülés, vagy egy rendkívüli parlamenti ülés, ahol betiltanák alaptörvény módosítással Magyarországon a havazás. Hoppá! Van olyan betű, ami annyira szégyelli ezt az Orbáni mostot, hogy le akar jönni, de hát nyilván nem hagyom neki. Akkor lesz igazán tökéletes a időjárás. És reméljük, hogy nem csak időjárásálló, hanem időtálló is lesz az ellenállás, és nem csak tiszavilág életű, és nagyon hamar rá fogunk arra jönni, hogy a Fidesz valóban elzavartuk közösen. Ugye jó lett szerintem, nem tudom, kérdezem, a kamera állásából látszott-e? Abszolút jó. Tökéletes. És én is megnézem innen, hogy mit műveltem. Zavarjuk el a Fidesz. Szerintem ez önállóan is tökéletesen működik. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy azokon a helyeken, ahol kékkel lefették az általunk már kifizetett kormányzati kommunikációs plakátokat, azokat bizony alakítsátok át a saját véleményetekkel úgy, ahogy nektek tetszik. Tehát ami nagyon fontos, ha nem tetszik az Orbáni önkény, ha nem tetszik a kiposztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!